A Kárpát Express mai első állomásán megismerhetjük Erdei Jánost, aki egy igazán különleges ajándékkal lepi meg a beregszásziakat az adventi időszakban. Ezután a csíkszeredai börtönben raboskodó két székely 64 vármegyés fiatalemberhez, Beke Istvánhoz és Szőcs Zoltánhoz látogatunk. Végül pedig bemutatunk egy Petőfi ösztöndíjas fiatalt, aki a délvidéki maradékon segíti a magyar közösséget. Tartsanak velünk! Ünnepre készül Erdei János barátaival. Tervük szerint speciálisan kialakított karácsonyi szárnyukkal járják majd Beregszász utcáit az ünnepek alatt, hogy örömet okozzanak a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Kárpátalja különlegessége, hogy decemberben kétszer jár a Mikulás, kétszer van karácsony és kétszer köszönt be az új év is. Utóbbinak az egyórás időeltolódás az oka, az egyházi ünnepeknél pedig azért van különbség, mert a magyarok a Gergely naptár szerint, az ukránok viszont a Julianus naptár alapján tartják ünnepeiket. 18 éve vagyok Mikulás, tehát legelőször kezdtem lovasszánnal, aztán lovashintóval, aztán ott egy kis zaporozsesz, kis pupos zaporozsesz kábrióba, és az is így ki volt villogva, csillogva. Ez az ötlet pedig egy hónap ezelőtt jött, és akkor van egy ismerősen ezt a szánt kibéreltük, van egy másik barátom, aki a kocsi, és itt szépen 2-3 nap alatt összeszedtük ezt a kocsit olyan állapotban, hogy most kinéz. Hát sokat dolgoztunk rajta, gond volt a zenével, de megoldottuk, és sok örömet okoztunk mindenkinek ezzel, én szerintem. Erdei János élete azonban nem volt mindig ilyen vidám. Sorkatonaként a vegyvédelmi alakulatnál szolgált, amikor a csernobili katasztrófa helyszínére vezényelték. Előbb a lakosság evakuálásában vettek részt, majd feltérképezték a terület sugárszennyezettségi szintjét. Az egyik helyen nézem, hogy nem jó a gép, hogy mi van vele, hogy nagyon sokat mutat, 50 röggent mutat, ez óriási sok. Már mikor 0-0-át mondunk, még az is sok, de mikor tisztán 50 röggent, az nagyon sokat jelent, és én a rádión beszóltam a parancsnoknak, aki az első kocsiba ment, mondom, önöknek be van kapcsolva rá a sugármérő, a harckocsi, azt mondom, minek? Nincs, azt mondom, kapcsolják csak be. Bekapcsolták, és parancs az volt, hogy amennyivel lehet, teljes gázzal. De ez ilyen sávokban ment ez a sugárzás, tehát egyik helyen volt kevesebb, másik helyen több. Az ukrajnai válsághelyzet 2014-es kirobbanása óta egyre nehezebb a megélhetés Kárpátalján. Míg a közüzemi díjak és élelmiszerárak folyamatosan nőnek, a fizetések és nyugdíjak alig érik el a 25-30 ezer forintnak megfelelő hrivnyát. János azonban igyekszik talpon maradni, jelenleg taxizik. Ez igazat megvan, nem könnyű. Dolgozni mindig kellett is, de én mindig azt mondom, hogy olyan szó számomra nincs, hogy nem tudom, van olyan, hogy nem akarom. Tehát munkát mindig lehet találni, lehet nem leszünk belőle gazdag emberek, de ha valamit csinálunk, ötletesnek kell lenni, menni kell, és akkor valamilyen szinten meg lehet élni, persze mondom, nagyon nehéz ezekkel az árakkal. János szerint Kárpátalja az utóbbi időben átjáróházzá vált. Sok helyi magyar és ukrán hagyja el szülőföldjét és keresi boldogulását külföldön. Az ország belsejében élő ukránok viszont csak most fedezik fel igazából Kárpátalját és a megye sokszínűségét. Nagyon sok turista van, és a turisták mindig kérdezik tőlem, hogy én ukrán vagyok. Nem, én azt mondom mindig neki, én kárpátaljasi vagyok. És az hogy? Hát mondom úgy, hogy bármilyen zászló fog itt állni ezen a földön, ez az én hazám. Mamám leélte 94 éves koráig itt élt, és sose utazott ki erről a környékről, és leélt 7 országban. Úgyhogy neki vízummentesen élte le itt az életét ezen a környéken. Azért mondom, hogy itt mindenféle nemzetiségi, de hát mégis megvagyunk, és meg is leszünk én szerintem. Az elmúlt években kialakult és egyre súlyosbodó létbizonytalanságot és káoszt csak fokozza, hogy jövőre választásokat tartanak, és a hatalom politikai haszonszerzésből egyre erősebb kisebbségellenes hangulatot gerjeszt. Ennek ellenére, mint azt Erdei János is vallja, meg kell maradni magyarnak Kárpátalján. Ha velünk maradnak, hamarosan önök is találkozhatnak a csíkszeredai börtönben raboskodó két székely 64 vármegyés fiatallal, Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal.